ácsok dolgoznak a tetőn, a nyíregyházi Szilvavölgy lakóparkban, ahová hamarosan új lakók költözhetnek. Akár csak ezekbe az új építésű lakásokba. Szakemberek szerint a koronavírus járvány ellenére az elmúlt év kiemelkedőnek számított a lakásvásárlások szempontjából, pedig az építőanyagárak mellett jelentősen drágultak az ingatlanok is. A Nyíregyházán nagyon intenzív volt a 2021-es év az ingatlan piac tekintetében, hiszen egy körülbelül 5%-os növekedést tudhat maga mögött a piac, illetve az ingatlan árak is folyamatosan emelkedtek, hiszen nagy volt a kereslet. Ez annak köszönhető, hogy egyrészt a lakástámogatási programok is még ugye aktívak és élők, és ezeket, vagy élők voltak, és ezeket természetesen kihasználták a potenciális vásárlók, úgyhogy volt kereslet. Az ingatlan árakban ez növekedést hozott. Az átlag négyzetméter ár egy nyíregyházi panellakás esetében 330 ezer forint volt, míg ugyanezt téglaépítésében ilyen 370 ezer. Majd ha a házakat nézzük, a kertes lakóingatlanokat, akkor ezekben már megközelítették évvégére a 400 ezer forintos négyzetméter árat is. A szakember adatai alapján 2021-ben egy átlagos panellakás nagysága 53 négyzetméter volt, amely 330 ezer forintos négyzetméter árral számolva 17,5 millió forintba került. Országos viszonylatban a lakásárak elsősorban a vidéki városokban emelkedtek. A nyíregyházi téglalakások négyzetméter ára közel 20%-kal emelkedett a múlt évben, így egy használt lakásért átlagosan 22 millió forintot fizettek a vásárlók. A Magyar Nemzeti Bank éves jelentése szerint tavaly rekordösszegű lakáshitelt vett fel a magyar lakosság. Ezen az ábrán jól látszik, hogy a lakossági hitelszerződések döntő többségét lakásvásárlás miatt kötötték. Ez az ábra pedig azt mutatja, hogy a piros vonallal jelzett csokhoz kapcsolódó hitelek ugrásszerűen élénkítik a lakáspiac iránti keresletet, miközben a falusi csokot is egyre többen igénylik. Van hozzá szabály. Tehát az igazolt jövedelmünknek maximum az 50%-át lehet törlesztő részletre használni, és ebbe az 50%-ba minden már meglévő hiteltartozásnak a törlesztő részlete bele számol, bele kell számítani. Igazából akár minimál béres jövedelemtől is tudunk ingatlan hitelt igényelni, de ezt a szabályt minden esetben figyelembe kell venni. Tehát bárki lakásvásárlásban gondolkodik, előtte a pénzügyeit érdemes rendbe tenni. A személyi kölcsönök, hitelkártyák, folyószámla hitelkeretek nagyon tudják rontani az ügyfélnek a hitelminősítését, még akkor is, hogyha nincs ez a hitelkeret kihasználva, akkor is, hogyha ezt a hitelkártyát nem használom, de ez látszik a központi hitelinformációs rendszerben, ez a minősítés esetén igencsak rontani tudja az adósnak a minősítését. Az otthonteremtési intézkedéseknek köszönhetően a járvány ellenére is nőtt a kereslet, ennek nyomán növekedett a hitelfelvétel, a kedvezményes lakásáfa hatására pedig nőtt az építési kedv. A járvány okozta bevétel kiesések miatt azonban sokan éltek a hitelmoratórium vagy a kamatstop lehetőségével is.